Sas Zoltán, üdvözlöm, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Elnök úr, azt már a kormányzat is megerősített, hogy október 23-án egy támadást készítettek elő, és védett személy, vagy éppen személyek ellen akartak valami merényletet, vagy ahhoz hasonló eseményt megtenni. Amit eddig tudunk, hogy összehívták a Nemzetbiztonsági Bizottsági Ülést 28-ára. Jelen pillanatban ezzel az üggyel kapcsolatban milyen információkat lehet még elmondani? Tudjuk-e, hogy kik lehettek az lehetséges elkövetők? Honnan kapták az információt? A védett személy alatt pedig vannak találgatások, közjogi méltóság forog inkább a sajtóban, mint hír. Hát így van egyelőre, én is csak az alaphírt tudom megerősíteni, hogy a sajtóban is megjelent, ugye hiszen hétfőn lesz egyébként egy tervezett, előre betervezett ülésünk, és így alkalmunk lesz megkérdezni a polgártitkosszolgálatokat, felügyő államtitkárt, illetve a NIK-et arról, hogy mit tudni erről az ügyről. De meggyőződésem, hogy az ilyen ügyeket abszolút nem szabad félvárról venni, hiszen láthatjuk, hogy a szerte a világban egyfajta erőszak erősödését láthatunk, azt tapasztalhatjuk, akár csak a Fico, akár a Trump elnök és urak elleni támadásokra gondolunk. De egyébként arról is érdemes lesz, és kell is beszélni, hogy már a különféle kommentekben is olyan szörnyen agresszív és erőszakos cselekedetekre történő felhívások vannak, amit már meg kell szerintem vizsgálni hazai jogi környezetben is, hogy esetleg ez milyen bűncselekményt merít ki, de ettől függetlenül az, hogy ilyenre készült, vagy készülhetett Magyarországon bárki is, igaz, hogy egy külföldi szolgált jelezte, de ebből a szempontból ez indiferens, az eredmény a lényeg, én is kíváncsian várom a részleteket hétfőn. Ha olyan információkat kapnak, akkor javasolhatják azt, hogy éppen a rendőrök, katonák köztéri jelenléte erősebb legyen, mint mondjuk volt időszak, amikor korábban fokozottan jelen voltak a köztereken és védték az állampolgárokat? Természetesen képviselőként, a Nemzetbiztonsági Bizottság elnökeként én ezt megfogalmazhatom, de ezzel kapcsolatos döntési lehetőség a kormányzat kezében, tehát a Védelmi Tanács és a miniszter, aktuális miniszterek tudják ezt javasolni és eldönteni. Értem, akkor ezügyben majd várjuk vissza ide sok szeretettel. Ugyanakkor ön él egy javaslattal, módosítaná az önvédelmi lőfegyverek tartására vonatkozó szabályt. Ahogy olvastam a javaslatát, ugye itt önvédelmi fegyverekről szól, a rendőrök, katonák szolgálaton kívül ezekre kapjanak engedélyt. Ez egy teljesen más fegyverre vonatkozna ez az engedély, vagy a szolgálati fegyverüket szolgálaton kívül engedéllyel használhatják majd abban az esetben, hogyha az megkívánja. Először inkább ezt tisztázzuk. Ja, az én javaslatom az arra irányul, hogy jelen pillanatban ugye egy rendőr, és induljunk ebből, mert ezt a legegyszerűbb elmagyarázni, van egy szolgált idő, egy munkaidő, mint bárki másnak, ezt a munkaidejét, ezt a szolgált idejét a rendőr fegyveresen látja. Viszont amikor végzett a munkával, akkor leadja a szolgálti lőfegyverét, és onnantól kezdve nincs nála fegyver. Két eset lehetséges, hogy lehessen nála szolgált időn kívül is fegyver, és ott is el fogom mondani, hogy miért fontos, hogy legyen nála. Az egyik az, hogy a parancsnoka engedélyezi, az állományértékes parancsnok, ennek megvannak a maga jogi lehetőségei, azonban a gyakorlatban ez nem igazán jellemző. A második pedig az, hogy önvédelmi fegyvertartási engedély iránti kérelmet ad be, azt meg is kapja, és viselheti a szolgálaton kívül az önvédelmi fegyverét. És azért fontos ez, bocsánat, mert a rendőrségi törvény előírja a rendőrök számára, hogy munkaidőn kívül, szolgált időn kívül, amennyi olyan bűncselekményt észlel és szolgáltra alkalmas állapotban van, akkor nem lehetősége, hanem törvényi kötelezettsége az, hogy úgynevezett intézkedési kötelezettsége van, és neki kötelező oda menni és intézkedést lefolytatni. Szolgálatba helyezni így, magát. Így van. Azonnal. Ugye az a kérdés, hogy egyrészt mi a tapasztalat, miért nem adják meg, hogy a szolgálati fegyver az időkorlátozás, vagy időkorlátosan is, de szolgálaton kívül is a rendőröknél legyen. A másik viszont ugye ennek nagyon szigorú tartási feltételei vannak, tehát megvan, hogy milyen jellegű kazettába vagy széfbe kell azt elhelyezni, nehogy olyan jusson hozzá, aki jogtalanul vagy nem úgy használja, nem rendeltetésszerűen használja, hogy kell, és egyrészt az önvédelmi fegyverekre milyen tartási kötelezettség van, ugyanaz?
Gyakorlatilag a tartási kötelezettség azon nem is változtatnék én se, hiszen azok a szigorú szabályokat úgy elzár dobozba. Tehát megvannak ennek a szigorú szabályai, itt egyébként be kell tartani most is. Nagyjából 4200 önvédelmi fegyverrel rendelkező személy van Magyarországon, rendőrből több mint 40 ezer, tehát ebből láthatjuk, hogy azért nagyon kevés számuknak, helyenduknak lehet önvédelmi fegyvere. Én kifejezetten azért gondoltam azt, hogy az önvédelmi fegyvereknek a tartásával kapcsolatos szabályozást változtassuk meg, mert ugye a rendőrségnél rendszeresített szolgálati lőfegyverek, azok lehetnek akár marok lőfegyverek, de akár lehetnek félautomata fegyverek, tehát többfajta fegyver van, ezt nem bolygatnám meg. De az önvédelmi fegyver tartásának a jogát, azt alanyjogon biztosítanám a rendőrök számára, hiszen az, hogy valaki önmagában rendőr vagy börtönőr, vannak olyan foglalkozások, aminek az űzése, ennek a hivatalnak a gyakorlása, az már önmagában is egy fokozott veszélyhelyzetet jelent. Fokozott kitettséget jelent. De a szakma szempontjából van erre igény? Hát gyakorlatilag, amióta beadtam ezt az indítványomat, több belüggyel foglalkozó szakszervezet is megkeresett, jelenleg folytatjuk az egyeztetéseket, úgy látom, hogy nagyon komoly igény van rá, annyira, hogy fogom is kezdeményezni Pintés Sándor belügyminiszter úrnál egy személyes találkozót, hiszen ő az, aki ezt a szakterületet felügyeli. Nem kell attól tartani, hogyha több rendőr szolgálaton kívül magánál tart lőfegyvert, valamilyen típusú lőfegyvert, akkor az visszaéléseket eredményezhet, és most nem feltétlenül a rendőrökre gondolok, hiszen ők ismerik a törvényt, tudják azt, hogy milyen szituációban kell használni, és milyen módon kell használni. Ugyanakkor rendőrök elleni támadásról is hallani. Nem kell attól félni, hogy pont a saját fegyverüket fordítják ellenük. Hát én nagyon szomorú lennék, ha egy rendőrtől el tudnák venni a fegyverét, és lőttek már a rendőrt, így van, ez is megtörtént, ezt a konkrét esetet is lehetne boncolgatni, de ezt most tegyük meg. Meggyőződésem, hogy az elmúlt időszakban megnézzük az adatokat, a jogszerű rendőri intézkedésekkel szembeni erőszakos támadások száma megháromszorozottak. Az egész világon tapasztalható egy nagyon erős, agresszív viselkedés változás. Nem tisztelik az egyenruhát? Hát én azt ennek a társadalmi okait nem biztos, hogy meg tudom fejteni, és nem is biztos, hogy akarom, és az is lehetséges, hogy perma még nem olyan erőszakosan lépnek föl, de egyébként szerintem már igen, de hosszú távon ez a folyamat teljesen tetten érhető, hogy a rendőröknek nagyobb védelemre szüksége, ezáltal egyébként a szubjektív biztonságérzet, a valós biztonság is erősödik, hiszen a rendőrök napi 24 órába tudnak segíteni. Hadd kanyarodjak vissza a Covid időszakra, amikor a katonák, rendőrök nagyobb létszámban voltak jelen a köztereken, akkor több ellenzéki politikus pont azért érvelt, hogy ne legyenek ennyien, hiszen félelmet keltenek az emberekben. Na most, ha az emberek tudják, hogy az adott rendőrnél akár fegyver is lehet, akkor az nem félelemkeltő ezekben az emberekben? Most nem személyes tapasztalatot mondok. Hát nézze, ha valaki fél a rendőröktől, annak biztos megvan az oka. Tehát én azt gondolom, hogy tisztességes, átlagos, normális magyar állampolgár nem fél a rendőrtől, hanem épp az, hogy egyfajta társadalmi bizalom alapján, ha bajban van, a rendőr segít neki. Tehát aki ettől fél, annak lehet, hogy valóban van félnivalója, én nem félek ettől. Egy mondatra van időnk, ez egyben jelenti azt is, hogy például a határon szolgálóknak lőparancsot adna, hogyha arról van szó? Hát én azt gondolom, hogy a határon történt támadások száma és annak a módja az eléri azt a szintet, amikor már el kell azon gondolkozni, hogy milyen sokkal fokozottabb módon tudják megvédeni magukat az ott teljesítő kollégák magukat. Elnök úr, köszönöm, hogy eljött. Én köszönöm szépen.